rengeteg diák álma vált szerda este valóra, kihirdették a felvételi pontokat, ponthatárokat. Idén egyébként közel 108 ezeren jelentkeztek egyetemekre, illetve főiskolákra az ország több területén, nagyvárosokban, és ezzel fogunk foglalkozni. Ma a köztérben vendégem pedig Szántó Zoltán, a Corvinus Egyetem oktatási rektor helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, kezi csokrom! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hát szerda este megtörtént a csoda sokak számára. Mit jelent ez a Corvinus életében, és majd azoknak a diákoknak, hallgatóknak az életében, akik sikeresen felvételiztek ide az intézménybe? A Corvinus Egyetemre közel 20 ezer jelentkezés érkezett be, különböző alapképzési és mesterképzési szakjainkra, magyar és angol nyelven. Ezek között, a szakok között szerepelnek a székesfehérvári kampuszunkon meghirdetett képzések. A közel 20 ezer jelentkezőből közel 3500 hallgatót tudtunk felvenni az általános felvételi eljárás keretében. Ezen belül a székesfehérvári kampuszunkra örömteli módon egyre több hallgató adja be a jelentkezését, és az itt meghirdetett szakjainkra egyre több hallgatót egyre magasabb pontszámmal tudunk felvenni. Idén három alapképzési szakunk indul, a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak, mind állami ösztöndíjas, mind pedig önköltséges formában. Így gyakorlatilag betöltöttük az előzetesen meghirdetett keretszámunkat. Ez a szak benne van Magyarország 10 legnépszerűbb szakjainak körében. Emellett az évek óta szintén meghirdetett pénzügyi és számvitel szakunkra is idén több hallgatót tudtunk felvenni, mint tavaly. Itt is magas pontszámmal, az állami ösztöndíjas helyekre fölvett hallgatói átlag pontszám az 440 pont fölött van, ami igen magas országos szinten, ugye az 500 pontos maximális skálában gondolkodunk, de az önköltséges képzésre is az átlag pontszám az 380 pont körül van ezeken a szakokon. Ebben az évben először hirdette meg a Corvinus Egyetem Székesfehérvár kampuszán a turizmus és vendéglátás alapképzési szakot. Tehát nagyon... erre volt keres, hát gondolom akkor szerették volna a hallgatók. Igen. Illetve a gondolom a piac miatt is gondolkoztak Igen. ebben. Ugye harmadik tanévének fut neki a Corvinus Egyetem Székesfehérváron, és hát most jutottunk el odáig, hogy azt gondoljuk, hogy sikerült elég jól bemérni, hogy milyen kereslet mutatkozik az alapképzési szakjaink iránt, illetve a mesterképzési szakjaink iránt. Visszatérve még egy gondolat erejéig a turizmus vendéglátásra, nyilván itt a régió, a Balaton közelsége, a Velencei tó közelsége, illetve maga Székesfehérvár kínálta turisztikai lehetőségek szinte predesztinálják az itteni felsőoktatási intézményeket, hogy ezen a téren is hirdessenek meg képzést. Öröm számunkra, hogy először hirdettük meg, és rögtön be tudjuk indítani ezt a képzést is. Hozzátenném, hogy a Corvinus Egyetem tudatosan a duális alapképzési bázisának tekinti a székesfehérvári kampuszt. Ezeket a szakokat egyetemünk gazdálkodástudományi kara hirdeti meg. Egyetemünk ilyen jellegű képzései évek óta piacvezetőek, a legmagasabb pontszámmal, a legnagyobb hallgatói érdeklődés mellett tudjuk őket beindítani, és ma már a budapesti kampuszunkon nem csak magyar, hanem angol nyelven is hirdetjük ezeknek a képzéseknek a zömét, és a távlati terveink között szerepel, hogy az angol nyelvű képzéssel megjelenünk majd a székesfehérvári kampuszon is. No, de ejtsünk egy pár szót a mesterképzési szakokról is. Ugye a Bologna rendszer eredményeképpen a 3, illetve 3,5 éves alapképzési szakok mellett nagy súlyt helyez az egyetem a mesteri képzési És sokan programjára. Választják, gondolom, még az alapképzés után akkor, hogy maradnak az intézményben. Így van, sokan választják, hogy maradnak az intézményben, sokan jönnek át más intézményből, tehát akik más intézményben végeztek alapképzési szakot. Vannak olyanok, akik döntenek arról, hogy az alapképzés után néhány éves tapasztalatot szereznek a munkaerőpiacon, és utána folytatják a mesterképzési szinten a tanulmányaikat. Itt hadd emeljem ki a sportközgazdász mesterképzési szakunkat. Tekintettel arra, hogy idén második évben hirdetjük meg, és második évben tudjuk beindítani nagy örömünkre ezt a szakot. Egyedül itt a Corvinus Székesfehérvári kampuszán lehet ezt a képzést duális képzési formában is elvégezni. Ugye
tudva levő, hogy Székesfehérvár és körzete nem csak ipari vonzáskörzet, hanem rendkívül jelentős sportélettel is büszkélkedhet. Ennek következtében nem csak az itteni hazai és nemzetközi kis- és középvállalkozásokkal, multinacionális cégekkel van a Corvinusnak most már több tucat duális együttműködési megállapodása, hanem a sport egyesületekkel is, akik a duális képzésben résztvevő hallgatóink egy részének nyújtják a duális képzési tartalmat ezekben a képzésekben. És végül, de nem utolsó sorban kiemelem azt, hogy idén először hirdettük meg a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakunkat levelező formában, és nagy örömünkre ezt is be tudjuk indítani. A regionális gazdaság, a környezeti szempontok szintén egy olyan tudásbázist kínál a hallgatók számára, ami az itteni régió végzetjeit is vonza. Hogyan segíti a diákokat a duális képzés? Hát mondhatjuk, hogy az iskola elvégzése után, vagy az iskola elvégzését követően a munkakeresésben. Sőt, már a tanulmányok folytatása során ugye a duális képzésben résztvevő hallgatók minden tanévben legalább 3 kreditet, a megszerzendő kreditjeik körülbelül 10%-át a duális partner cégnél végzett tevékenységgel szerzik meg, akár mesterszakon, akár alapszakon. Tehát vegyünk egy alapszakos hallgatót, aki elvégzi a középiskolát, utána sikeres felvételt nyer egy duális alapképzési szakra, és már az első fél évben az egyik tantárgyának keretében a duális partner cégnél, mondjuk akár éppen a városgondnokságnak, akikkel szintén van duális együttműködési megállapodásunk, vagy mondjuk a Videoton Holdingnál, vagy sorolhatnám a cégeket, most több tucat cégről beszélünk, mint említettem, már ott heti 1 vagy 2 napot eltölt a hallgató, és nyilván mire elvégzi a tanulmányait, ő már olyan munkahelyen szerzett tapasztalatokra is szert tesz, ami részben segíti őt abban, hogy annál a cégnél munkavállalóként helyezkedjen el, vagy akár az ott megszerzett. És sokan ott is maradhatnak tulajdonképpen már az első munkahelyen. Pontosan, és hát ez anyagi szempontból is a hallgatók számára előnyös, mert a céggel szerződik a cég szerződést köt a hallgatóval, tehát kis jövedelembe is szert tesz a hallgató, tehát mindenkinek előnyös. Pontosan hány szak indul akkor most ebben az évben a Corvinuson? Mármint itt Székesfehérváron? Itt a Székesfehérvári. Tehát a 3 alapképzési szak. A 3 alapképzés. És 2 mesterképzési szak. Tehát gazdálkodás, menedzsment, turizmus és vendéglátás, pénzügy és számvitel, ez a 3 alapképzési szak, mint 3 duális formában is, illetve a 2 mesterképzési szak, tehát a sport közgazdász duális formában is, illetve a regionális környezeti gazdaságtan szak, ami levelező képzés, az előző 4 képzés az mind nappali képzés. Egyetemünk kimondott célja, és ezt a kezdetektől követjük ezt a célt, hogy ezeken a szakokon ugyanolyan minőségű oktatást kínálunk, mint a budapesti kampuszon. Ugyanazok az oktatók tartják az ottani, illetve az itteni órákat, tehát igyekszünk ugyanazokat a feltételeket biztosítani. Tehát tulajdonképpen rengeteg lehetőség adott a leendő vagy a jelenlegi hallgatók számára az önök intézményében. Mennyire nagy a vonzereje az egyetemnek? Mennyire vonza ide évről évre az új hallgatókat? Ezt egy konkrét számpéldával tudom illusztrálni. Ugye az első évtől a 3. évre megduplázódott a jelentkezői létszámunk, ami hát egy örömteli fejlődést mutat, illetve a felvett hallgatók létszáma tekintetében minden évben megdupláztuk az előző évi felvett létszámot. Tehát a tendencia és a trend az egyértelmű, egyre többen jelentkeznek, egyre népszerűbbek a székesfehérvári Corvinusos képzések, egyre jobb pontszámmal, magasabb pontszámmal lehet bekerülni ezekre a képzésekre. És aki esetleg lemaradt volna a szerda estéről, mondhatjuk így, az még tulajdonképpen megteheti, hogy a pótfelvételi keretében bejuthat az intézménybe. A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése a érintett szakokat gondozó karokkal, a gazdálkodástudományi karral, illetve a társadalomtudományi és nemzetközi kapcsolatok karral konzultálva arra döntésre jutott, hogy az előbb említett szakokat a pótfelvételi eljárás keretében is meghirdeti. Tehát aki kimaradt, az még nem maradt le, mert van lehetősége arra, hogy akár alapképzésre, akár mesterképzésbe, a pótfelvételi eljárás keretében, ami a következő napok, hetek története és augusztus végéig lezárul,
mind a három alapképzési szakra, mind pedig a két mesterképzési szakra benyújtsa a jelentkezését. Ugye ezekre a képzésekre már csak önköltséges formában lehet jelentkezni, és csak egy szakra adható be jelentkezés, tehát itt van egy korlátozás, de hát ez évek óta így működik. Tavaly előtt is meghirdettük a székesfehérvári szakjainkat, és érkeztek még olyan hallgatók, akik valamiért lemaradtak, kimaradtak, elmulasztottak egy határidőt, vagy rosszul taktikáztak, vagy későn ébredtek. Az ő számukra is kínáljuk ezeket a képzéseket, és szeretettel várjuk őket a előttünk álló tanévre. Ilyenkor még több száz hallgatóról beszélünk, hogyha pótfelvételi, vagy akár annál is többről. Mármint országos szinten? Országos szinten ezres nagyságrendről beszélünk. A Corvinus esetében, mivel a pesti képzéseink tekintetében kevés szakot hirdetünk meg pótfelvételiben, mert örömteli módon sikerült betölteni a keretszámainkat, de Székesfehérvár esetében is bízunk benne, hogy lesznek hallgatók, de országos szinten ezres nagyságrendben kerülnek be még a pótfelvételi eljárás keretében a különböző felsőoktatási intézményekbe hallgatók. Ugye itt beszéltünk a sportközgazdász szakról, ami ugye másodjára indulhat el az egyetemen. Nagyon népszerű volt már az első évben is. Mondhatjuk, hogy ez lett az egyik legkeresettebb szak az intézményben, természetesen az egész országot illetően. Hát a mesterszakok vonatkozásában biztos, hogy azt kell aláhúznunk, hogy ez a sportközgazdász duális képzés, ez az egyik zászlós hajója az itteni képzési palettánknak. Mint említettem, maga Székesfehérvár adja azt, hogy itt a sportközgazdász képzésnek legyen egy bázisa. Ugye a Corvinus Egyetem, amikor elhatározta az önkormányzattal, tehát Székesfehérvár megyei jóváros önkormányzatával, illetve a fenntartóval szoros együttműködésben, hogy képzéseket indít a székesfehérvári kampuszon, akkor próbálta megtalálni azokat a speciális képzéseket, amelyeket csak és kizárólag itt hirdetünk meg. Ezek közé tartozik az előbb már említett duális alapképzési szakkínálat. Pesti kampuszon alapképzési szakok nem végezhetők el duális formában, csak itt Székesfehérváron. Tehát ez lehet az egyik specifikuma, sajátossága a Székesfehérvári kampusznak, a másik pedig a sportközgazdász képzés, ami, ahogy említette, valóban nagyon népszerű, tavaly is, idén is, sokan jelentkeztek. Ugye mesterszakok esetében azért mások a jelentkezési létszámok, mint alapképzési szakok esetében, de mind a két évben be tudjuk indítani jelentős hallgatói létszámmal ezt a szakot, és a terveink között szerepel, hogy a sporthoz kapcsolódó egyéb szakterületek, például sportdiplomácia vagy sportkommunikáció terén is indítunk képzéseket itt a Székesfehérvári kampuszon, tehát a sport köré szerveződő gazdaságtudományi, gazdálkodástudományi és társadalomtudományi ismeretek bázisát próbáljuk kialakítani. Hát mi ezekhez a képzésekhez kívánunk nagyon sok sikert az intézmény életében továbbra is. Szántó Zoltán volt a vendégem, de még tartsanak velünk, hiszen mutatunk még fontos és hasznos információkat. Ilyen lesz például, megmutatjuk nézőinknek, hogy például augusztustól egyetem lesz a Kodolányi János Főiskola. Még 2014-ben indult el a folyamat, vagyis az intézmény egyetemmé válása. A parlament idén június végé hozta meg a döntést, miszerint az új 2018-19-es tanévre minden készen állhat ahhoz, hogy a hallgatókat több szempontból is megújuló egyetemen kezdhessék meg tanulmányaikat. Azt gondolom, hogy az előző 26 évnek köszönhető, de már jó pár évvel ezelőtt megfeleltünk igazából az egyetemi szintnek, hát most jutott el ez a történelmi pillanat, amikor az országgyűlés ezt jóvá hagyta, hiszen azt tudni kell, hogy a felsőoktatási törvény meddikletében éppen a mai napon került kihirdetésre, tehát a köztársaság elnök úr is jóvá írta, úgyhogy mondhatjuk, hogy augusztus 1-től Kodolányi János Egyetem. Többféle kritérium van, tehát ez a 2011-es nemzeti felsőoktatásról szóló törvény deklarálta, hogy az alkalmazott tudomány egyetem az mit jelent. Itt több kritériumunk van. Az egyik az, hogy legalább 4 alapszakon kell oktatást produkálnia az intézménynek. Hát jelentem, a Kodolányi Főiskolánk 11 alapszakja van, tehát eléggé bőven beleférünk ebbe a kritériumba minden további nélkül. Legalább 2 szakon kell duális képzést folytatni, mi 4 szakon folytatunk duális képzést. A
Másik kritérium, ami nagyon érdekes, hogy az oktatóknak a 45%-a kell, hogy minősített legyen. Kodolányi Főiskola több mint 60%-kal bír, tehát ez is minden további nélkül. Diákkör működjön, és gyakorlatilag nemzetközi képzéseket tudjon folytatni. Minden egyes pontnak megfelel. Most azt kell, hogy mondjam, hogy jó pár éve már a főiskola, és ennek megfelelően az oktatási hivatal ezt minősítette, és most jutottunk el arra a bizonyos pontra, amikor ez kihirdetésre is került. Természetesen három helyszínen működünk Magyarországon, Székesfehérvár, Budapest és Orosházán. Ugye ez maradt meg a valamikor, azért több helyszín volt, meg volt Siófok, ami szintén nagy büszkeségünk volt, de sajnos ott elfogytak a hallgatók, de ez a három helyszín úgy tűnik, hogy stabilan működik. Székesfehérvár is stabilan működik, most már látjuk a tegnapi nap folyamán megvolt ugye a ponthúzás, megkaptuk a végeredményeket. Nem azt mondom, hogy óriási létszámban, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évhez képest majdnem 30%-kal növeltük az első, a felvendő hallgatókat, bocsánat. Ez itt Fehérvár, vagy ez így a három? Ez a három együtt jelenti, hogy egy 30%-kal, és nagyon reméljük, hogy ez továbbiakban is folytatódni fog. Ezt tudni kell, hogy 12 óta nincs állami ösztöndíjas helye a főiskolának, néhány nem állami intézmény szenved ebben a dologban. Gyakorlatilag csak az állami és az egyházi intézmények kapják meg az ösztöndíjas helyeket. Ebből következik, hogy hát nekünk van egy kis versenyhátrányunk. Ezt próbáljuk különböző szolgáltatásokkal, különböző lehetőségekkel kompenzálni. Az intézmény életében tehát minden adott volt ahhoz, hogy egyetemi rangot kaphasson. A Kodolányi több elismerésben is részesült az elmúlt években. 2014-ben elnyerte a Magyar Termék Nagy Díjat és a Minőség Innováció Díjat, és közben a képzési irányok és a szakmai tárgyak folyamatosan alkalmazkodtak a munkaerőpiac igényeihez. A végzett hallgatók 91%-a pedig fél éven belül talál magának állást. A Kodolányi három nagyvárosban is fogadja hallgatóit, Székesfehérvár, Budapest és Orosház. A hallgatók száma pedig folyamatosan növekszik. Kezdődik a pótfelvételi jelentkezés, amit mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlanék. Itt sajnos már csak költségtérítéses képzések vannak bármelyik intézménynél. Ez ugyan a Kodolánynak a verseny hátrányát egy kicsit kiegyenlíti, hiszen itt most mindenki ugyanazon a pályán fog majd játszani, tehát csak költségtérítéssel lehet. Erről talán, ha két mondatot elmondhatnék, mert ez közérdekű információ, azon diákok jelentkezhetnek, akik előzőleg nem kerültek be, tehát nem nyertek felvételit, illetve nem adtak be jelentkezést. Tehát olyan, hogy valakit felvettek valahova, és mégsem oda szeretne menni, ő nem jelentkezhet, ez a szomorú hír. Augusztus 6-a a végső határidő, aki 6-a után adja be a jelentkezését, az már okafogyott, és őt nem tudjuk már sebi, se más, se senki felvenni, ő már csak a következő időszakban tud jelentkezni. Tehát augusztus 20-áig dönteni kellene. Egy intézmény, egy szakjára lehet jelentkezni, és mi meghirdettük pótjelentkezésbe a szakjainkat, mindhárom helyszínen ajánljuk, bármelyik helyszín nagyon barátságos, nagyon jó, Székesfehérvár meg különös tekintettel természetesen. Itt Fehérváron milyen szakokra van lehetősége majd a hallgatók? Művészképzés, ez lesz a magyar művészképzésnek a fellegvára, én már vizionálom ezt itt előre, most is az már, hiszen kitűnő művészeti munka folyik, és azt gondolom, hogy nem csak én mondom ezt, hanem akár a városvezetés, vagy akár a városba élők is élvezhetik, hogy itt nagyon komoly fiatal művészpalánták vannak, és akik itt tanulnak, és innen kerülnek különböző helyekre, akár a világ különböző pontjaira. Ezt fogjuk a jövőben is erősíteni. Ezen túlmenően még közgazdászképzésünk van itt is több szakon, turizmus, gazdálkodás, emberi erőforrások, tehát ezen lehet most tanulni. Van egy nagy álmunk, amit annak idején még Bologna hát egy kicsit elsöpört. Ugye kezdetben mi tanárképzéssel kezdtünk, pedagógus képzés, és én azt gondolom, hogy az intézmény nagyon sokat tett le a magyar pedagógus képzés megújításán, és egyáltalán, hogy legyen pedagógus a köznevelésben. Nagyon szeretnénk, ha a következő időszakban ismét vissza tudnánk hozni a pedagógus tanárképzés, akár a vodapedagógus, ezen fogunk dolgozni, és hogyha ez sikeres lesz, akkor feltétlen Székesfehérvár lesz ennek a centrumja, és itt szeretnénk a pedagógusokat képezni, de ezért még sokat kell dolgoznunk, és sokat kell tennünk. A kitűzött célok között szerepel, hogy elinduljon a pedagógus képzés, melynek központja Székesfehérvár lehet, de a fehérvári kampusz lesz a művészeti oktatás központja is. A fehérvári Kodolányin csaknem 100 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben.
és 3 fehérvári főiskolai vagy egyetemi hallgatószállását biztosítja a Székesfehérvár önkormányzata Pécsen. A fiatalok a Szántó Kovács János kollégiumban lakhatnak a következő tanévben. A helyekre pályázniuk kell a diákoknak. Székesfehérvár önkormányzata minden évben segíti azoknak a diákoknak a lakhatását, akik a lakhelyüktől távol lévő egyetemen vagy főiskolán folytatnak tanulmányokat. A támogatással a pécsi Szántó Kovács János kollégiumban szállhatnak meg a hallgatók. Ez 3 fő olyan pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatára beiratkozott hallgatónak jelent lehetőséget, akinek a kollégium férőhely iránti kérelmét elutasította az egyetem. 3 fő, mint említettem. Nagyon fontos tudni, hogy ez szociális jellegű pályázatot jelöl, tehát a család, illetve a pályázó jövedelmi vagyoni viszonyait vizsgálja a pályázat kapcsán a Humán Közszolgálati Szakbizottság. A pályázatot augusztus 24-én 12 óráig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen a Kossuth utcai ügyfélszolgálati irodában. Az adatlap és bővebb információ a székesfehérvár.hu honlapon érhető el. A döntésről tájékoztatást kapnak a pályázók. Próbálunk a lehető leghamarabb a döntésről tájékoztatást nyújtani. A Humán Közszolgálati Szakbizottság kifejezetten egy tárgykörben rendkívüli bizottsági ülést fog tartani, és a döntést követően soron kívül, tehát augusztus 30-ára minden pályázat tudni fogja, hogy nyertes volt, vagy nem volt nyertes a pályázata. A kollégiumi férőhelyeket a 2018-19-es tanévben biztosítja Székesfehérvár önkormányzata. A támogatást az is megkaphatja, aki már nyert előző években a pályázaton. Egyetemre és főiskolára ebben az évben több mint 100 000-en adták be jelentkezésüket, összesen 75.230 hallgatót vettek fel valamelyik felsőoktatási intézménybe, ami 2500-zal több, mint tavaly, mondta Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásáért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta, az orvosképző egyetemeken nőttek a ponthatárok, míg a gazdaságtudományi képzési területen csökkent. Hozzátette, jelentős különbségek nincsenek a ponthatárok alapján az intézmények között. Az első 5 legnépszerűbb szak között szerepel műszaki, informatikai terület, a 6. pedig az orvosképzés. Ugyanakkor az első 15 legnépszerűbb között már ott van az ápolás és betegellátás, illetve a pedagógus képzés. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, de tartsanak velünk továbbra is itt a Fehérvár Televízióban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!